Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök a GeoGulliver podcast legújabb adásában, ahol földrajzosok beszélgetünk földrajzosokkal vagy más szakterület képviselőivel. A mai téma pedig nem más, mint az orosz-ukrán háború kapcsán a gázimport, az orosz gázimport kérdése. A földgázimport kérdése az, amely az embereket a mindennapokban érinti. Különösen igaz ez Magyarországon. A földgáz Oroszországból jön Európába, ez egy térbeli földrajzi adottság. Legalábbis mindenképpen az rövid távon. De mennyire erőteljes ez a függés, és mekkora időtávon belül felszámolható mindez, illetve hogyan hat ez a feszültség a világ energiapiacára is. A mai beszélgető társaim pedig Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének főmunkatársa, korábban ő vezető kutató volt a CEUN és a Világgazdasági Kutatóintézetben, illetve a podcastból, a korábbi podcastokból már ismerhetik Szabó István nevét, ő energiapiaci tanácsadó, jelenleg Ausztráliában él, de korábban ő is a Világgazdasági Kutatóintézet munkatársa volt. Mindketten a posztszovjet térség neves közgazdász kutatói és az energiapiac elismert szakértői. Fel is vetném rögtön az első kérdést nektek, hogy mennyire erőteljes ez az orosz energiahordozó importtól való függés az EU-ban, és különös tekintettel Magyarországon, illetve térségünkben, illetve hogy mekkora időtávon belül felszámolható mindez a függőség. András, talán először, hogy te mit gondolsz erről? Igen, hát köszönöm a meghívást. Még visszautalnék arra, amit mondtál, hogy ez egy földrajzi adottság, az orosz energiafüggését Európa keleti felén. Én ez azért hozzátenném, hogy ez egy földrajzi történeti adottság. Pusztán távolság szempontjából a nyugat-szibériai gázmezők nincsenek közel. Tehát teszem azt, a Kaszpi-tenger vagy Afrika tartalékai, pusztán ha kilométer számot nézzünk, akkor sokkal közelebb vannak. Részben történetileg alakult ki, részben azért, mert korábban egész egyszerűen például tengereken keresztül a 90-es évekig nem nagyon tudtunk szállítani. Ez ma már radikálisan megváltozott, tehát ugye tekintetben a logisztikája és mondjuk, hogy a gázszállítások földrajza is megváltozott, és ez főleg a cseppfolyósított földgáz elterjedésének köszönhető. Ma már a világkereskedelemnek a fele cseppfolyósított földgázban zajlik, és ez sokkal mobilisabb, sokkal kommoditibbá teszi a földgázkereskedelmet, mint korábban. Tehát ez a hálózatoktól van egy ellépés. Nem, sosem lesz olyan, mint az olaj, de ez sokkal kevésbé számít a hálózat, mint 30 éve. Ami Európát illeti, tehát itt különböző százalékok vannak. Mondjuk, hogy ugye az utolsó békeévekben, 2019, tehát a Covid előtti békeévén ezt érdemes nézni, talán ugye 35-40 százalékos volt az EU beszállítási arány, az orosz beszállítási arány az EU-ba. Itt az EU többet szokott mondani, a Gazprom kevesebbet. Összességében ez egy nagyon jelentős arány, tehát hogy arra kell gondolnunk, hogy egy 10 százalékos önellátás van az EU-ban. Nagyon drasztikusan csökkent különben az elmúlt 15 évben, és 30%-ról jöttünk le, és itt ennek a szétnyíló ollónak, tehát ennek az importnövekménynek a nagyobbik felét a Gazprom töltötte be. Tehát az is igaz, hogy miközben rendkívül sok politikai fenntartásunk volt Oroszországgal szemben, a Gazprom fenntartotta, sőt, kismértékben még növelte is a részesedését az európai szállításukból. Most nyilvánvalóan ez úgy működik, a gázszállítás is, mint egy ilyen víztározó feltöltése, tehát hogy ahonnan jön, ott több, és minél távolabb megyünk, úgy lesz kevesebb. Tehát ez Kelet-Európára koncentrálódik. Azt lehet mondani, hogy Kelet-Európában pár kivételettől eltekintve, ilyen mondjuk Lengyelország egy része, egyre inkább Lengyelország kivétel, Litvánia, nagyon kicsi mértékben azt lehet mondani, hogy a Kürkő terminál óta Horvátország, illetve potenciálisan Magyarország, de mindenhol orosz gázmolekulák vannak. Ezt nem feltétlenül a Gazpromtól vesszük, de a rendszer és a hálózat egyensúlya nem fenntartható orosz gázmolekulák nélkül.
És éppen ezért ugye ezt kicsit differenciálni kell, tehát, hogy van egy viszonylag alacsonyabb százalékunk, amit közvetlenül a Gazpromtól veszünk Magyarországon. Hát ez mondjuk egy ilyen a kisebbik fele a földgáznak, van belső termelésünk, tehát ezek mondjuk helyi molekulák, ennyiben valószínűleg, igen, ez picit jobb a helyzet. És a többi az nagyon nagy részt orosz gáz molekula, amit nem onnan vettünk. Tehát most nem tudjuk, hogy mi történik, tehát hogyha a Gazprom csak a hosszú távú szerződést állítaná le Magyarország fele, akkor elvesztenénk a kisebbik felét a gázfogyasztásunknak, viszont ha a Gazprom leállítja a szállítást, akkor mástól se fogunk tudni venni, magyarul akkor összeomlik a rendszer. Tehát hogy éppen ezért többes korlátokról beszélnék, nagyon radikális átalakítást igényelne nyilvánvalóan, 3 év mondjuk tőlünk nyugatabbra, és minimum 5 év Magyarországon egy alternatív infrastruktúra létrehozatala. Mondtátok, hogy ez egy ilyen egymásba összefüggő, összekapcsolt rendszer, ahol az egész rendszer összeomolhat, hogyha itt az egyik szereplő kiesik. Tehát az már világos, felesleges feltennem azt a kérdést, hogy mennyire kölcsönös ez a függőség. De Oroszország számára milyen alternatív piacok jöhetnek itt szóba, akár rövid távon is. Ugye itt hallottunk mindenféle dolgot, ugye van már egy gázvezeték Szibériából. Kína fele, itt szó arról, hogy a nyugati társaságok kivonultak, például Szahalinon egy LNG terminál építéséből, tehát vannak Oroszországnak is itt ugye cseppfolyósított földgáz termináljai. Milyen alternatívák vannak Oroszország számára, hogyha ő esetleg úgy gondolja, hogy na elzárja a földgázcsapot, és máshova szeretné eladni ezt a földgázt. Én úgy érzem, hogy itt nagyon kölcsönös ez a függőség, de hogy látjátok ti ezt, András? Hát én nagyon aszimmetrikus kölcsönösségnek látom ezt. 2021-ben az orosz gáz uniós exportja, a teljes orosz exportbevétel 8%-a volt. Tehát ez túl van, tehát pénzügyileg ez nagyobbnak tűnik, mint amekkora valójában. Nem, tehát ilyen háborús körülmények között nem roskadna bele Oroszország, hogyha elvesztené ezt a perspektívát. Technológiailag is lezárható, tehát ugye azért az éves orosz gázmérleg az ilyen 650-700 milliárd köbméter körül van, most egy ilyen 120-at leszedni, ez mégis megoldható, tehát hogy nem okoz technológiai problémákat, még akkor is, hogyha van egy bizonyos szegmentációja a rendszernek, tehát bizonyos régiók nincsenek összekapcsolva, ez megtehető. De ami most történik, az, ami eltávozott mondjuk már most az EU-s szállításokból, az nagyjából az orosz LNG. Ez 21-ben 17 milliárd köbméter volt, viszont jelentős tétel. Ezt nagyobb erőfeszítések nélkül át tudják vinni a Távol-Keletre, és már volt még a háború előtt egy csövesgáz csökkenés. Összességében a csövesgázzal nem nagyon tudnak mit csinálni, mert ez Nyugat-Szibériában van, nincs összekapcsolva a kelet-szibériai rendszerrel, nem tudják átvinni Kínába, és nem is tudják cseppfolyósítani sem, mert nincs hozzá meg a terminál, tehát ezt a kapacitást el fogják veszteni. Azért nem probléma ez akkora, pénzügyileg ez kiesés nyilvánvalóan, meg perspektívában kiesés, az egész infrastruktúra ugye megy lehet húzni a WC-n. Azért nem olyan nagy probléma befektetési szempontból, mert a Nadipúr régióban, meg ezekben a nyugat-szibériai régiókban azért éves szinten egy ilyen 20-30 milliárd köbméteres természetes termeléscsökkenés van. Tehát ha nem ruháznak be aktívan ezekben, nem hoznak új rétegeket, nem hoznak új mezőket, akkor ennyivel csökkenőtt a termelés. Tehát hogyha 5 évre ezt ugye felszorozzuk, akkor 100 milliárd köbméter felett vagyunk. Tehát hogy most a Gazpromnak tulajdonképpen, hogyha az európaiak leválnak, akkor nem kell beruházni a Nyugat-Szibériában, és ez meg lesz. Amit tudnak csinálni, és amiről beszélnek, hát nem lesz könnyű persze ilyen nyugati technológiai embargó mellett, ez két dolog. Az egyik, hogy ajánlgatják a kínaiaknak, hogy ők Nyugat-Szibéria felébe húznak egy nagy földgázvezetéket. Ez különben ilyen árszintek mellett még meg is pénzügyileg egy feasible-is projekt. Ez adna egy új perspektívát mondjuk Nyugat-Szibériának. Ez 2030-ra lehetne megcsinálni, ha a kínaiak rábólintanak.
A másik pedig a cseppfolyósítás, de hát itt már a technológiai szankciók nagyon éreztetik a hatásukat. Tehát, hogy az oroszoknak igazából nincsen cseppfolyósító technológiájuk. Most próbálkoztak a Jamalon, tehát létrehoztak egy nagyon kis kapacitású, saját technológiájú cseppfolyósító üzemet, olyan, mint a szovjet törpe, óriási, alig működik, de van. Tehát, hogy lehet próbálkozni. Állandó rendszer üzemeltetési problémáik vannak vele, tehát kísérleteznek ezzel, de nyugati technológia nélkül ezt nagyon nehéz megcsinálni. Nem tudom, hogy ezt mennyire lehet majd összehozni. És ugye azt is tudjuk, hogy Oroszország főként ugye technológia importra szorul, ugye nyersanyagokkal látja el a világot, és cserében ugye technológiákat importál. Tehát ilyen szempontból ez mennyire jelent fennakadást mondjuk középtávon, hogyha itt a nyugati technológiáktól elzárják Oroszországot? Én a technológiai embargót tartom a legsúlyosabbnak az összes közül. Tehát a pénzügyre valamennyire készültek, azt végül is egész jól átviselték magukhoz képest. Az, hogy most leáll, megpróbáljunk leszakadni az olajról, meg a gázról, ez részben idő, részben, tehát nem könnyű dekonstruálni egy ekkora szereplőt. Nem is nagyon látom, mert hogyha a volumenben elveszünk belőle, akkor az árban az fölmegy. Tehát egy egész egyszerűen Oroszország és az orosz export egy áralakító, globális áralakító tényezőt. Az orosz export olajban például a világkereslet 7%-a. Tehát ha ebből 2-3-at megnyisztottunk, akkor az egy nagyon komoly deficitünk lett. Szóval ezeket nem gondolom, hogy ezek könnyű ügyek. Ettől függetlenül egész egyszerűen a finomítói, az LNG, de még a normál kitermelő és szállító szegmensben is mindenhol jelen van a nyugati technológia. És van, és erre nem nagyon figyeltek oda, ezeknek a külön szegmenseknek más-más az aránya, mondjuk a finomítás és a cseppfolyósított gáz, ez lesz a két leginkább megütött terület, de hát a szállításban és a termelésben is lesz visszaesés, és éppen ezért én az év második felétől kezdve, ha nem korábban, már nagyon komoly termelési visszaesést várok olajban, gázban, és ez ilyen éveken keresztül fog húzódni. Aztán majd meglátjuk, hogy a szovjet technológiához való visszatérés, a kínai, meg indiai, meg egyéb import, az mennyire tudja ezt ellensúlyozni. Látjuk, hogy az EU sokkal jobban függ az orosz gáz, illetve energiahordozó importtól, mint amennyire az oroszok függenek a mi piacunktól. De mégis világszinten mennyire jelentős az EU? Tehát, hogyha mondjuk az oroszok elzárnák itt a földgázcsapot, és az EU hirtelen megjelenne, tehát ez a többletkereslet megjelenne a világpiacon, Ez mennyire okozna zavarokat, vagy mennyire szállnának el még jobban az árak, mert ugye az árakat például, most ez nem a földgáz, de mondjuk az üzemanyag áraknak a megemelkedését, azt már itt Ausztráliában is érezzük. Uh-huh. Tehát, hogy ez mennyire okozna zavart, hogyha itt az EU hirtelen, az EU kereslete, tehát ez a 30%-os keresletet, ezt máshonnan próbálná betömni az EU. Összességében ugye történetileg az Európa volt a világ legnagyobb importőre, mondjuk a 2000-es évekig. Ezt a szerepet ma már átvette a Távol-Kelet, de így is azt lehet mondani, hogy a világ energiafelhasználásának hát egy ilyen durván 15%-a Európából érkezik, tehát főleg az EU. És gázban is úgy tudom, hogy ez az arány, és mondjuk egy 150 milliárd köbméteres volument úgy nem lehet hirtelen leakasztani a piacról. Tehát nem csak egy technológiai korlát van, hanem van egy kínálati korlát is. Ami ugye a kalkuláció most, hogy 2025 után 24-25 környékén lépnek be pótlólagos termelők a piacra, Katar bővíti a termelést, Mozambikban reménykedünk, hogy bejön. Az Egyesült Államok nagyon dinamikusan növeli az export potenciált, és akkor ennek a nagyobbik részét az Európai Uniónak el kéne vinni Távol-Kelet elől. Tehát azért egy elég kemény licit lesz, ami azt jelenti, hogy mondjuk azt, hogy a 2010-es években folyamatosan volt egy árdiszkont az európai gázon, olcsóbb volt, mint a távol-keleti habárak, és ez
nem nagyon lehetett másra visszavezetni, mint az orosz gázra, ennek vége. Tehát most a távol-kelettel való európai versengés korszaka jön, és ez egy nagyon magas gázárat jelent Európában is hosszabb távon. Igen, tehát ebből lehetnek gondok, mert ellentétben az olajjal, ahol ilyen tiritoli lesz, tehát hogy akkor az oroszok megpróbálják átvinni más piacokra, az se lesz könnyű, tehát ott is lesz volumenveszteség, de azért mégiscsak valahogy meg lehet csinálni. A gázban ez a volumen el fog veszni, ennek a nagy része el fog veszni a számítások szerint, ha lesz a leválás, és akkor azt viszont máshonnan elő kell teremteni a gázpiacon. Nem tudom, István, esetleg ehhez valamit gondoltál-e hozzá tenni még? Nekem ez igazából egy kérdésem van az András fele, hogy az azeri gáz szerint, az azeri gázba szerinted mennyi rugalmasság van? Tehát a most lekötött mennyiségekre még mennyit lehetne még felsrófolni, mert ugye az is vezetéken keresztül jön. Te hogy látod ezt? Ugye ez megint két kérdés. Az egyik az, hogy az azeriek mennyit tudnak exportálni, de ugye ennek a legnagyobb része, tehát hogy mondjuk az azeri gáz összességében a, ha most nem akarok hülyeséget mondani egy hirtelen, de ugye az EU fogyasztásának az azeri export a 3%-a körül van. Tehát hogyha még ezt nagyon felsófolják, akkor sem jutunk nagyon messze, de minden köbméter számít. De ugye ennek a 3%-ban mondjuk durván 2 le van kötve a törökök által. És akkor ez egy ilyen tiritoli, hogy ha meg vagyunk szorulva, akkor a törökök tudnak-e több gázt venni az oroszoktól, hogy az azeri gáz, vagy bármi, az tovább jusson Európába. Ami effektíve átjön most Törökországon, és eljut Európában, Azerbajdzsánból, pontos számot nem fogok tudni mondani, de ez 6 és 10 milliárd köbméter között van, vagy lesz, és ez nagyjából le van kötve Olaszország által, ennek a legjava. De tehát vannak bizonyos opciók itt Bulgária részéről, meg egy kis gondolkodás. Tehát, hogy de nagyon reménykedünk abban, hogy az alternatív beszállítók be tudnak hozni. Ez részben Azerbajdzsán, részben Algéria, részben Norvégia, de hát egyedül Algéria mondott be valamilyen jelentősebb volument, hogy ők ezt vállalják, és ott kint ebben is vannak kétségek. A norvégok jelezték, hogy ők érdemben és hosszú távon nem tudnak növelni, tehát hogy ők a tetőn, a platón vannak, vagy inkább csökken. Persze ilyen gázáraknál ez alakulhat máshogy. És az azerieknél is az a probléma, hogy azért a szárazföldi részeken már egészen letermelték a mezőket, tehát hogy nekik a tengerből kell kihozni, és annak elég bonyolult a geológiája. Viták vannak a tekintetben, ilyen román történet, tehát viták vannak a tekintetben, hogy ki csinálja, az azeriek mondjuk úgy, hogy kicsit kapzsik ebben a vonatkozásban. Ők akarják csinálni, nagy részesedéseket akarnak, nem könnyű. Ennek kapcsán még egy kérdés megfogalmazódott bennem, aztán majd Istvánhoz is fordulok egy kérdéssel, hogy beruházás tekintetében melyik a költségesebb, ha itt LNG terminálokat és ehhez kötődő infrastruktúrát épít ki egy ország, vagy egy beruházó, vagy pedig ha itt csővezetékeket és vezetékhálózatot építenek ki. Ez hogy áll most a világban? Melyik az olcsó? Hát távolságfüggő. Nyilván. Távolság és árfüggő. Tehát régen volt egy ilyen hüvelykúj szabály, hogy hát nagyon régen volt, 10 éve, hogy azt hiszem 3 vagy 4 000 kilométeren belül a csővezeték, amúgy meg az LNG, de hát ez nagyon dinamikusan változott az LNG javára. Tehát a cseppfolyósítós technológiák minden szempontból egyre olcsóbbak lettek. Tehát azt lehet mondani, hogy ma már, ha csak nincs nagyon közel valamilyen termelő, akkor a cseppfolyósított gáz költséget tekintve abszolút versenyképes. Az más kérdés, hogy a költség és az ár az nagyon külön válik a nyersanyagiparban, mert hát mindig a határtermék számít, azon adják, tehát hogy azért a költségviszonyok nem feltétlenül perdöntőek az árazás
tekintetében, azt kell, hogy mondjam, a megvalósítatóság tekintetében igen szokott számítani. És még annyit tennék hozzá, hogy, hogy a kettő azért együtt jár, tehát ugye a terminától csövön kell szállítani a legtöbb esetben ezt a földgesztet, hogy, hogy azért csöveket is kell építeni, tehát azt a macerát sem ússza meg az ember, hogy akkor itt különböző határokon, különböző nemzetekkel, kormányokkal tárgyalgasson. Itt hiába van a Körki LNG, az Horvátországban van, és már még két ország is, tehát a magyar, a horvát is nagyon sokáig el tud erről beszélgetni, hogy akkor ez hogy legyen, ki mennyit ad bele, mennyi az annyi. Szóval nem könnyű ez sem. István, te hogy látod ezt a déli félteke perspektívájából? Tehát, hogyha itt az EU import megjelenik, mint többletkereslet, akkor ez hogyan fogja befolyásolni a világpiacot? Ugye Ausztrália is jelentős exportőr. Többek között itt Darwinban is van egy jó pár éve átadott nagy LNG terminál, tehát ez hogy fog hatni a világ többi szereplőjére? Hadd kezdjem egy kis háttérre, hogy így az ausztrál csepp folyós földgáz export, ez így hogyan néz ki így világ szemszögből. Tehát most az ausztrálok gyakorlatilag, legalábbis 2021-es adat, hogy ők exportálták a legtöbb cseppfolyós földgázt a világon gyakorlatilag, tehát Katar meg az Egyesült Államok utánuk jönnek. Ez körülbelül ilyen 80 millió tonna cseppfolyós földgázt jelent. Most így nem tudom hirtelen, hogy a cseppfolyós földgáz millió tonnája az pontosan hogyan számítódik át milliárd köbméterre, talán ilyen 1,4-es, 1,3-as szorzó van talán? Nincs, talán annyi nincs, de... Igen, aha. Tehát hogy én ilyen 100 körül, 100 milliárd köbméterre tenném ezt a volument, kicsit aha. Fölé talán. Tehát egy ilyen 100-110 milliárd körülbelül lehet, hogy ez körülbelül annyi lehet, amennyit Ausztrália exportál. És ugye itt ez folyamatosan épült fel ez az exportkapacitás, mert először a nyugati, tehát Nyugat-Ausztráliából indult ez az egész, aztán ilyen 2015 vége, 16 folyamán itt a keleti parton Queensland államban épült három terminál, és akkor utána követte ezt a darwini, hogyha jól emlékszem. Tehát mostanra érték el ezt az első helyet. Én azt gondolom, hogy itt azon is nagyon sok minden fog múlni, hogy az oroszoknak azok a kapacitásai, amiket Ázsiában, hát főképpen cseppfolyós földgázzal szállítottak, olyan országoknak, akik mondjuk, hát hogy mondjam, orosz szóhasználatot használva nem baráti ország, tehát gondolok itt például a koreaiakra vagy a japánokra. Én úgy tudom, hogy Oroszország szállított Japánnak meg Koreának is cseppfolyós földgázt. Na most az lesz egy nagy kérdés, hogy ezt a földgázt, amit nekik szántak, és hogyha ezek az ország is azt mondják, hogy akkor nekünk nem kell, köszönjük szépen, akkor át tudják-e adni Kínának. Kína hajlandó-e lesz ezt átvenni, és ezen felül a kínaiak hajlandóak lesznek egy olyan barbatrükkre, hogy azt a nem kevés mennyiséget, amit egyébként az ausztráloktól hoznak be, tehát ez egy ilyen 30 millió tonna évente, amennyit az ausztrálok eladnak a kínaiaknak. Tehát hajlandóak lesznek-e a kínaiak egy ilyen barba trükkre, hogy hát nem is az egészet, de hogy ezt így részbe kicsit így átkalibrálják ezt az importot, hogy akkor már az ausztráloktól vegyék, hanem az oroszok. Tehát az oroszoknak nyilván, hogyha alájuk tudnak ígérni, meg tudják ezt teljesíteni, ezt a csepp, át tudják irányítani ezeket a szállítmányokat, akkor ebből így lehet valami. És hogyha ez így megtörténik, akkor azt gondolom, hogy ez valamennyire kicsit szelidíteni fogja ezt az ársokkot, ami várható lenne akkor, hogyha a Európa gyakorlatilag leállna az orosz gázról. Azt látom az általatok elmondottakból, hogy a világ nagyon egy olyan irányban halad. Az EU ugye akar szabadulni az orosz energiaimporttól, ugye legyen ez kőolaj, vagy szén, vagy ugye földgáz hosszabb távon.
Tehát, hogy ez egy reális irány, hogy a világ ebbe az irányba megy, hogy itt szétszakadnak ezek az összekapcsolt rendszerek, és hogy itt párhuzamos rendszerek lesznek globálisan, amelyek egymástól függetlenül működnek. Tehát, hogy itt ugye az ausztrál többlet földgáz exportnak egy részét is ugye nyilván akkor LNG formájában át lehet irányítani Európa fele. Tehát ti hogy látjátok ezt a dolgot, hogy így ketté hasad a világ ilyen szempontból? András? Pár megjegyzést tudok erre tenni. Az egyik, csak hogyha már Ausztráliánál vagyunk, tehát abban én azért nem hiszek, hogy az Ausztrál LNG az bejön Európába. Ezt valószínűleg azért ott marad az indiai, meg a csendes óceáni régióban, van ott elég fogyasztó. Nem csak az ára a probléma, hanem ugye a szűkülete, tehát a nemzetközi LNG kereskedelemnek a szűkülete a hajó. Na most az nagyon sok hajót kivesz azért, nagyon nagy kapacitást kivesz, hogyha áthajózzuk a félvilágon. Tehát például az egyik nagy nyeressége az amerikai LNG-ben, azért tudnak többet elhozni viszonylag olcsón és gyorsan, mert azt hiszem, hogy 60%-kal rövidebb Amerikából, a mexikói öbölből áthajózni Európába, mint elvinni azt Kínába, meg Japánba, körbe a Panama csatornán. Tehát, hogy ez például növeli az LNG, nem kell hozzá, ugyanaz a hajó 2,5-szer annyi földgázzal bír szállítani. Tehát, hogy ez az egyik. A másik, hogy igen, tehát, hogy azt lehet látni, hogy mondjuk azt, hogy így a... Hát ez nem gazdasági adviselésnek nevezném, de mondjuk a gazdaság szekuritizálódik, illetve politizálódik, ugye a szankciós rezsimek egyre jelentősebb használatán látszik, és ez most már elérte azt a szintet, hogy ilyen évtizedek óta létező masszív infrastruktúrális kötöttségeket is fel tud számolni, tehát hogy én mindig azt hittem, hogy én majd az orosz EU energiakereskedelemben mindig vissza tudok menni, nyugdíja még az még 16 év, mert az ott lesz. Most úgy tűnik, hogy 5 év múlva ez megszűnik, vagy legalábbis ez a valószínű, azt kell, hogy mondjam, hogy ijesztő perspektíva, hogy mivel fogok foglalkozni. Láttunk ilyet, tehát hogy a 70-es évek volt ilyen, amikor különben még a makrogazdasági környezet is hasonló volt, amit most látunk kialakulni, tehát volt egy stagflációs környezet, alacsony növekedés, ellátási problémák, magas infláció, és egy átalakuló szállítási környezet, amiben különben nem is csökkent érdemben a beszállított energia mennyisége, csak olyan pánik és hisztérikus reakciók voltak, amik iszonyú magasan tartották a 70-es évek elején az olajárat, és aztán pedig 79-ben lettek tényleges problémáink, tehát hogy a irak-iráni háború miatt kiestek volumenek, és akkor meg totálisan fölment az olajár, és vele egy csomó nyersanyag ára. Tehát, hogy én azt mondom, hogy láttunk már ilyen időszakot a világban, ami hasonlított ehhez. Nagyon régen volt, én akkor születtem, talán az világ szerencsésebb fele akkor még nem. Csak egy kicsit elfelejtettük. Nem azt mondom, hogy ez lesz, csak én azt mondom, hogy nem elképzelhetetlen, és nem történelmi precedens nélküli, hogy lássunk egy ilyen nagyon-nagyon komoly logisztikai átalakulást a világnyersanyag piacain. Ezek nagyon érdekes dolgok, amiket mondtok, és őszintén egy kicsit szégyenkezve is hallgatom ezt, mert hogy ugye nem két gazdaságföldrajzossal beszélgetek itt, hanem két közgazdász. Szóval, nagyon érdekes az a sok földrajzi összefüggés, amit itt tőletek hallok az energiapiac kapcsán. Amiket itt mondtatok az alapján, ugye, hogy András is emlegetted, hogy a 70-es években hasonló folyamatok zajlottak le itt, amikor ugye szétszakadtak korábbi ellátási láncok, és tudjuk, hogy ez hova vezetett, ugye ez egy energiahatékonyabb nyugati gazdaságot eredményezett, és végső soron az egész keleti blokknak az összeomlása mögött is. Ez állt, hogy a keleti blokk nem tudta ezt a, nagyon leegyszerűsítve a dolgot, nem tudta ezt az innovációt követni az iparban, technológiában, és ugye drámaivá vált a lemaradás. Az a kérdésem, hogy ez a mostani földindulásszerű változás, aminek nagyjából az elején lehetünk még csak, ahogy én érzékelem, hogy ez mennyiben fogja itt befolyásolni akár EU
akár az EU, főként az EU-n belül, de ugye az egész világban mondjuk ezt a zöld energia átmenetet. Ti hogy látjátok ezt? Illetve a másik fontos kérdésem, hogy az energiahordozók, tehát a fosszilis energiahordozóknak a megdrágulása, az EU versenyképességét hogyan fogja befolyásolni hosszabb távon. Tehát először talán beszéljünk itt a zöld átmenetről, aztán majd a gazdasági versenyképességről is. A dekarbonizációs célok tekintetében ez egy nagyon, nagyon rossz időpontba jött, mert ugye pont szeretnénk a széndioxid kibocsátást csökkenteni, és igazából most úgy látom, hogy mintha ezzel ellenkező folyamatokat indított volna el, mert hogy inkább a gáz, magas gázár miatt inkább ilyen szénfele, meg nem tudom, ilyen fosszilis, jobban szennyező fosszilis energiahordozók felé mozdult el a mérleg, meg a másik az, hogyha ugye bármilyen alternatív útvonalon akarnánk behozni ezt az orosz gázt, akkor ahhoz infrastruktúrális fejlesztések kellenének, hogyha jól tudom, de ezt András, te biztos jobban tudod nálam. És ha ez így van, akkor meg ugye, ahogy mondod, tehát, hogy good luck találni olyan fejlesztőt, aki hajlandó milliókat, milliárdokat ebbe beleölni, azért, hogy utána, mit tudom én, 5-10 év múlva egy ilyen stranded asset legyen belőle, amikor már nem használjuk. Nagyon izgalmas kérdés különben, hogy ugye milyen perspektíva van a földgáznak ettől függetlenül, mert most nagyon ellentmondásos a helyzet, tehát egyfelől van egy ilyen ellátásbiztonsági zavarunk, nagyon szeretnénk, hogy jöjjön a földgáz, nagyon magasak az árak, másfelől van egy dekarbonizációs ígéret, hogy 35 után elkezdjük kivizetni a földgázt. Na most erre legyen befektető a talpán, aki mondjuk egy ilyen piaci modellt rá tud tenni. A zöld átmenetet alapvetően segíti ez a folyamat, tehát hogy épp most nézegettem, hogy mondjuk a németek mennyi pénzt szálltak volna épületszigetelésre, állami szubvenciót, bocsánat, épületszigetelésre. Tehát, hogy nagyon, tehát makrogazdaságilag is jelentős százalékokról beszélünk. De például Magyarországon az, hogy leszigeteljük mondjuk egy ilyen 20%-os energiamegtakarítást érjük el az épületállományon, erre a becslés a magyar GDP-nek az olyan durván 10%-át kéne elkölteni. Tehát ez egy viszonylag nagy tétel. Most ezt innentől kezdve ugye nem kormányzati szubvencióként kell adni csak, hanem visítva fognak a német választópolgárok, meg ipari cégek befektetni, egész egyszerűen annyira fölmentek a villamosenergia és a földgáz árak, hogy már nekik is bőven megéri. Tehát, hogy nem kell a lakógyűléseken arról vitatkozni, hogy olyan kosz lesz a lépcsőházban, mert mindenki a zsebén fogja azonnal megérezni, hogy ez mennyi. Tehát ugyanez van különben megújulóban is. Tehát, hogy korábban mindig arról beszéltünk, hogy hát hogy kell őket szubvencionálni. Most Magyarországon, de azt hiszem Németországban is, aki bent van a támogatási körön belül, az jelen pillanatban visszafizet. Tehát a metáron is ma már a energiatermelők vagy kilépnek a támogatási körből, vagy elkezdenek visszafizetni a fogyasztóknak, mert volt egy átviteli ár, és az átviteli ár az jelen pillanatban alacsonyabb, mint a piaci. Az a baj, hogy ez ma már egyre kevésbé árkérdés, egy csomó technológiai és egy szakpolitikai korlátja van, ami szintén meghatározza ennek a fejlődési ütemét. István, te hogy látod ezt? Tehát a megújuló energiát termelő eszközök sem a levegőből készülnek. Tehát annak vannak egyrészt ugye ezek a ritka fémek, akkor a réz, acél, műanyag, mit tudom én, minden, csomó minden dolog kell hozzá. Tehát, hogyha ezeken a nyersanyagkorlátokon túl tudunk lépni, és a piac lépést tud tartani a kereslettel, akkor ez abszolút egy jó irányba tolja el az energiamixet. Most ez lehet, hogy nem fog sokat mondani, de például Ausztráliában a COVID idején ilyen, ha mit tudom, ilyen 40-50 dollár per megawattórás zsinór termék árak voltak a tőzsdén, és
most meg ugyanúgy, tehát ugyan a hasonló termék, igaz, más leszállítási időszak, de hasonló termékre ennek simán a dupláját elkérik. Tehát, és ez látszik is abban, hogy, hogy mennyire megnőtt az érdeklődés és a kereslet az elég, az előző, mondjuk 2020-ban eléggé lelankadó kereslet, ez hogyan nőtt meg, és abszolút ösztönzi ezeket a beruházásokat. Akkor összefoglalva a beszélgetésünknek a lényegét, az, az szerintem világosan látszik, hogy egy nagyon nehéz és sok kihívással bíró korszaknak az elején állunk, ugye energia piac ügyben, itt az orosz, amiben ugye az oroszok, tehát eleve voltak már problémák, és ezeket az orosz-ukrán konfliktus, illetve az ebből fakadó ilyen energetikai szétválás csak még inkább elmélyítette, de ha jól értelmezem a szavaitokat, akkor hosszabb távon ebből ugyanúgy jobban jöhet ki a nyugati világ, ahogy ez a 70-es években is történt, hogy aztán ez új innovációkat hozott, és mondjuk itt jelenleg ez a zöld átmenetet fogja felgyorsítani, persze elég nagy véráldozatok árán, rövid és középtávon. Hát én nagyon szépen köszönöm Deák Andrásnak és Szabó Istvánnak ezt a remek beszélgetést, amiből hát reményeim szerint akár gazdaságfőrajzosok is nagyon sokat tanulhatnak, akik esetleg figyelemmel kísérik ezt a GeoGulliver podcastot. Ha bárkiben felmerülne kérdés az elhangzottak kapcsán, akkor ezeket feltheti a geogulliverpodcast@gmail.com e-mail címen, és igyekszünk rá válaszolni, illetve a beszélgető társaimnak is igyekszem eljuttatni ezeket a kérdéseket, hogy megválaszoljuk. Én nagyon szépen köszönöm nektek még egyszer ezt a beszélgetést, és folytatjuk ezeket a podcast beszélgetéseket természetesen, akár az orosz-ukrán események kapcsán, akár más témák kapcsán is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.